Sziasztok, hackerek! Ez a Bátfai Hacksaw Stream 366. adása. És ugye ott hagytuk abba, hogy a random fánk van, de nyilván kell random számokat generálnunk, tehát most nem az objektumorientált részekkel foglalkoznánk, ugye, ami csak egy mellékszálként vetődött föl, hanem itt láthattátok, hogy akkor csináltunk egy függvény objektumot, és ugye paraméterként, tehát volt ugye az engine-ünk, ugye a generátorunk, amiből ugye az eloszlás ugye egy függvény objektum kiválogatta ugye a számunkra megfelelő eloszlásból, de ami úgy nézett ki, hogy egyharmad valséggel akartunk ugye 0, 1 és 2 számokat, ugye a fánk felépítésnek ez volt a logikája. Nyilván aki ugye most kapcsolódik be, nagyon fontos, hogy mindig a legeslegelső verzióból induljunk ki, tehát még 7000 előtt kezdtük ugye ezt a ZipLamp-et, hát ugye egy teljesen üres forrásból, és nyilván ugye template osztály, öröklődés, elkezdtünk hackelni rajta, itt élvezetből dolgozni rajta, ugye persze van benne egy-két, ahogy esik úgy puffa jelleg, ugye online csinálom, úgyhogy nyilván bekapcsolódni úgy izgalmas, hogy csak úgy lehet, hogyha valaki az elejéről gyorsan bepótolja, ugye reggeli streamben láthattátok, hogy kiraktam akkor a GitHub-ra a forrásokat, de mindenkit arra kérnék, hogy ne csak használjuk, a forrást úgy használjuk, hogy most például a mai, ezen a mostani alkalommal, ugye ebben a Z3 A18 Q-val 2-esből indulunk ki, nyilván ezt jelenti, hogy from scratch, hogy ezt alakítjuk tovább. De nyilván innen, de csak erre használjuk a forrásokat, hogy amikor követjük az élő streamet, vagy a modot nézzük, akkor ahonnan én kiindult, ti is abból induljatok ki, de mindig tegyétek hozzá magatokért. Ideális esetben ugye a nulláról indulunk egy üres fájjal, és ez azt jelenti, hogy aki a nulláról csinálta meg, ugye értheti, hogy a dolog rém egyszerű és nagyon könnyű összerakni. Nyilván aki a közepén száll be, ugye azt akár még egy bagos részt is láthat, ami megzavarja, amivel nem is foglalkoztunk, meg eleve ugye a template osztályos szintaktika az elég ijesztő ugye első irányzása. Jó, szóval mindenkinek ez nagyon fontos, hogy from scratch élvezzük a programozást, és akkor mai alkalommal azt csináljuk, hogy kiadtam ugye gyors napi feladatnak, hogy ezt ugye lefuttattuk, és láttuk, hogy mindig ugyanaz a random számsorozatot fogja ezt generálni, mindig ugyanaz a random fel fog kijönni. Nyilván ezen akarunk segíteni, sokan azt csinálták, hogy berakták ugye a metódusba. Az engine-t ugye azt inicializálták mondjuk a random device-szal, de azt nem lehet klónozni meg másolni, jó, tehát itt azért vannak problémák, úgyhogy erre egy jó példát csinálunk, hogy hogyan csomagoljuk a C++11-es random szám generálást mondjuk egy osztályba. Jó, és akkor kezdjük is a dolgot, ugye azt mondom, hogy akkor most átmenetileg dolgozok ebbe a r.cpp-be, mindenkit arra kérnék akkor, hogy játszom velem, ugye kövesse a dolgot, nyissuk ki ezt az r.cpp-t, legyen tök üres, és azt mondja, hogy írjuk már azt a klasszt, hogy egyenletes eloszlásból akarunk, mondjuk uni, hogy uniform és unirand, az unirand osztályt akarjuk mondjuk megcsinálni. Jó, ugye úgy csináljuk, hogy le is fordul, hogy működjön, de mindjárt ezt használni is fogjuk. Aztán akkor azt mondja, hogy az osztálynak legyen egy tagja, egy olyan tagja méghozzá, hogy legyen egy függvény objektum, the function, ami függvény objektumnál ugye meg kell adnunk, hogy ő ugye egy int értéket fog dobálni nekünk, és paraméter nem kap semmit, tehát ugye akkor meg kell adnunk a paraméter típusát, vagy a visszatérés érték típusát, és a neve mondjuk legyen ennek a függvény objektumnak, ami tehát akkor egy függvényszerű viselkedést tud becsomagolni, tehát ugye akkor majd implementáljuk benne ugye a kerekzárója, a függvényhívás operátort, legyen az neve mondjuk egyszerűen random. Oké, akkor nézzük ennek az osztálynak a konstruktorát, ugye azt mondjuk, hogy a public részbe akkor megírjuk a konstruktort, ugye az osztály neve, meg unirand, ugye unirand konstruktor, ugye. Aztán második előadásra emlékezzetek vissza, ugye ezek tudjuk, hogy nem igazi random számok, legalábbis kolmogorú bonyolultság értelemben nem random számok, mert ugye algoritmus generálja őket, emlékeztek még mi volt a második előadásban, számlálók ugye fönt, hogy a generál algoritmus hossza lehozta ugye az egyre növekvő sorozata, nyilván akkor lent a végtelenhez, a fönt konstans, vagy akkor nulla lesz, tehát akkor látjuk, hogy ez nem random. De itt egyébként is kongruencia generátorok mennek, ugye valamilyen szírről indítjuk a mókát, és akkor a szír ugyanaz, akkor mindig ugyanazt fogja adni. De a lényeg, hogy akkor most a konstruktorba akkor egy long a szíret adjuk át, hogy honnan indítjuk a random számgenerátorokat, mondjuk most legyen nekünk elég ennyi, végülis mondjuk tanul szakmánk ugye az nem a matematikus. Tehát aztán a seed lesz, akkor de a seedet akkor átadom neki. Aztán visszagondoltok, amivel dolgoztunk eddig délelőtt, hogy random fáknál 0 és 2 között akartuk, ugye inkluzív, hogy benne van 0 és 2 is, akkor átadjuk ennek a konstruktornak a minimum értéket, meg az int maximum értéket. Oké. Aztán akkor a randomot itt inicializáljuk.
és nagyjából ezek biztos a konstruktorok. Hogy inicializáljuk a randomot? Ugye azt mondom, hogy összekötöm a bind-dal ugye a függvényt, meg a függvénynek az argumentumát, tehát ha nagyjából ugye néztek, ugye itt lehet látni, hogy a függvény ugye ez az eloszlás volt, és ugye az engine a generátor volt ugyanak az argumentuma. Hát azt mondom, hogy sőt, ott még itt puskázhatunk, és mindenkit arra biztosítok, hogy nyugodtan apidósít nyissátok, és aki nem ismeri itt ezeket az objektumokat, osztályokat, nyilván sokan nem ismerik, ugye azokat nézegessük, olvasgassuk el. De ugye most akkor kötni akarjuk a bind-dal, azt mondjuk, hogy össze akarom kötni akkor ugye az eloszlást. Ott akkor nem kimásolok, hogy ne kelljen sokat gépelni. Hát akkor másoltam az egészet, mindegy. Ugye akkor a Uniform in Distribution, ugye ez templétes, és akkor ennek átadom ugye a kapott paramétereket, tehát a minimumot és a maximumot, és akkor összekötöm ezt a függvényt ugye az argumentumával, ugye az engine-nel, amit szintén innen kimásolok, amit használtunk, ugye akkor másolom az egészet, ugye a default random engine-t ugye bemásoltam. Jó, és akkor őt is inicializálom a kapott seeddel. Jó, oké, és oké, akkor ennyi. És akkor nézzük át az oltalunk, hogy megcsináljuk a konstruktort, ugye osztályneve a függvényneve, akkor három paraméternek fog menni, ugye a seedet kapja, a minimumot, maximumot, ugye amit eddig is használtunk, és akkor a random függvény objektumot úgy fogom megcsinálni, hogy a bind fogja nekem visszaadni, ugye, és összekötöm a bind-ot, ugye az eloszlást, meg az engine-t. Ugye a bind az visszaad akkor egy függvény objektumot. Oké, és oké, ez akkor megvan, és akkor már nincs más hátra, mint hogy azt mondom, az osztályom is ugye egy funktorként működjön, tehát függvényobjektumként tudja működni, ami azt jelenti, hogy akkor ugye az operátor kerek zárója, ugye ez a függvénynek a neve, ezt most implementálom, tehát ez a neve, hogy operátor kerek zárója, ugye akkor paraméterként nem kap semmit, a visszatérési értéke int lesz. Oké, és oké, és akkor az implementációja pedig egyszer annyi lesz, hogy ugye a random függvény objektumomat, ugye mi azért függvény objektum, ugye azt meghívom, és azt nem csak meghívom, hanem a random, a return-nel vissza is fogom adni. Oké, és oké. Na szóval nagyjából így néz ki az Uniram nevű osztályunk, elég csinos, elegáns, szerintem jól fog működni. Na persze mindig ezt gondolom, és sose fordul be, de mindjárt le is teszteljük, azt mondja, hogy nyomunk egy main-t. Itt a main függvény, és akkor csinálunk benne egy olyat, hogy osztályneve uni rend, és mondjuk UR, akkor küldjünk át neki, mondjuk legyen egy nulla a seed, és nullától kettőig dobálja nekünk a számokat. For ciklust azt mondjuk, hogy int, így indítsuk mondjuk nulláról, amíg az i kisebb, 5 darabot írjunk ki, amíg i kisebb, mint 5. Plusz, plusz 5, és azt mondja, hogy az STD CO-ra shifteljük ki, akkor az UL, de ez függvény objektum, tehát az objektum neve után írom a kerekzárójel operátort, vagy a függvényhívást, és akkor a standard névtérbe egy endline-t még nyomunk a végére. Na szóval ennyi lesz akkor a kis tesztpéldánk, de ha már a CO-t nyomjuk, ugye akkor úgyse, hogy működjön, akkor fejlécállományokat se felejtsük el, lehet ezeket ma kezdeni. Ugye IO streamek, aztán használtuk a függvényt, ugye akkor azt mondja, hogy az hol is van a functional, és mutassuk meg, hogy tudok Joe-val is blokkot másolni, ugye a legfontosabb fegyver a programnak a szövegszerkesztés, akkor még ugye a random fejlíc kell hozzá. Oké, és oké, na szóval ennyi, akkor a kis program, kimentem. g++r.cpp-or, és miért is lenne jó elsőre, ugye? Ez látjuk, hogy csak szintatik, a plusz plusz 5 az nem az igazi, plusz plusz itt akartunk, itt nevelni, mentik. Hát nem igaz, hogy mennyi van még. c-out, az nem mindegy. Oké, és oké. Nem estünk pánikba, ugye? És ha minden igaz, akkor a bináris létrejött, futtatjuk, és láthatjátok, hogy persze ez még ugye mindig ugyanazokat dobálja, itt is majd még, de ugye most már a seed, de a, ugye 0-0-2-1-1, hogyha a seed-et ugye változtatjuk, akkor itt legyen a galaxis utikalabúz a seed-ünk, újra fordít, futtat,
és látjuk, hogy már most már más jön ki. Tehát itt a szívdel már tudunk operálni, hogyha akarunk, ugye. Tehát nem csak divagolni akarjuk, hanem élni. A divagolásnál ez nagyon fontos, ugye, hogy ugyanaz, tehát ez nagyon jó vagy kitalálva, hogy a divagolás ez nagyon célszerű, mindig ugyanaz a rannal sorozatot teszteni valami program. Na, de akkor ott tartunk, hogy megírtuk akkor az osztályunkat, nagyjából be is teszteltük, úgy tűnik, hogy működik. És akkor most megint a legveszélyesebb dolgot csináljuk, a dokmásolást, mert ugye akkor fogom, és ezt az osztály definíciót egy az egybe copy-paste-tel bemásolom ugye ebbe a... Húha, ugye nem nyúltam még hozzá az E3A18-hoz, nem? Ez az, mert ugye mindig figyelünk, hogy minden streamnek megvegyen a forrásra, mentés másként, és azt mondom, hogy akkor ez a question answer 3 lesz. Oké, és ebbe tesszük bele akkor ezt a Unirandom nevű. És akkor még ezt az egy header még hiányzott, akkor ezt se felejtjük el. Oké, akkor osztályunkat, az Unirandot, amit most írtunk, betettük ugye az LZB infás programba. Hát tehetük van a külön forrásba és külön header, stb. Elegánsabb is, de most ugye most csak az élményi programozunk, úgyhogy ez most egy egyszerű volt. És ha ez megvan, ugye akkor innentől kezdve nekünk már nem kell ugye külön device és külön engine és eloszlás, hanem azt mondjuk, hogy létrehozunk az Unirand. Itt láthatjátok, hogy a K-developer most már engedélyeztem, hogy egészítsék a neveket, meg prediktálja, mert ugye majd mindjárt fogjátok látni, hogy egyre több API-ban egyre több mint használunk, és akkor ilyenkor már nehéz azért mindig a beven böngészni. Sok hajok egy forráskod browser az ad, de nekünk meg próbálja kitalálni, mire gondolunk. Ugye akkor legyen Unirand, hát legyen Unirand akkor megint, és akkor inicializáljuk mondjuk úgy, hogy akkor nulla, ugye a seed, és akkor nulla és kettő között akarjuk a számokat. Oké, és akkor ugye most már ott tartunk, hogy akkor van nekünk saját funktorunk, függvényobjektumunk, ami dobálja a random számokat, de függvényként meghívjuk, tehát az objektum nev után kerekzáró, és kész, és ennyi volt a program. Ha minden igaz, kimentjük, ugye fordítjuk, G++, ugye az Z3A18 question answer 3, minus output Z3, és végre program lefordul, pont per Z3. Ó, ebben rengeteg sok karácsony vadísz van. Úgyhogy egy kicsit itt megvágjuk a kimenetét, hogy ne csináljon ennyi mindent. Mentjük, újra fordít, futtat, és akkor figyeljétek, hogy most sokszor lefutatom, ugye látjátok, és nem, a fatök ugyanaz. Nyilván nem ez volt a szándékom, tehát lehet látni, hogy nem mozdult ugye a fa, az változatlan maradt. Úgyhogy akkor azt csinálom, hogy ha a seedet, akkor arra fogom használni, hogy inicializálom, ugye azt mondom, hogy akkor a chrono ugye az beintrudálom, ugye ha már C++11-be áttettük ugye a random számgenerálást, akkor ugye használjuk ezt a fejlécet, és akkor azt mondjuk, hogy inicializálom itt azzal, hogy elkérek egy olyat, hogy ugye a chrono-ból kérem méghozzá, akkor kérek egy rendszerórát. Éppen most mennyi van, de nézzük meg, ugye az akkor TikTokban mennyi, ugye 70 óta, ez a szokásos, és azt akkor megszámoljuk, ugye, függvényként. Oké, ennyi. Tehát ez gyakorlatilag az aktuális időpont, 70 óta eltelt, ugye IPO-k számát fogja visszaadni, ugye ez valószínűleg, hogy mindig, amikor futatjuk, hogy a most az mindig más lesz, és akkor ezzel mindig más számmal inicializáljuk a random generátorunkat, elmentjük. Azt mondom, hogy fordítom, futtatom, és akkor figyeljük a fát, hogy látszik, hogy ez már ránézésre is, ezek már más fák. Lehet, hogy még nagyon babos a program, ugye ez majd menet közben előjön, de a lényeg, hogy ez a randomos dolog, ez már most úgy működik, ahogy szerettük volna. Jó, tehát látjuk, hogy mindig változik a fa. Jónak tűnik, nyilván nem teszteltük komolyan, de akkor mostanra ez a kis példányi volt. Akkor köszönöm a figyelmetekkel, sziasztok!